Egyszer volt, hol nem volt. Debrecen város központjában volt egy kicsi óvoda. Mindenki csak Bajcsi Jovinak hívta. Ez a mese róla fog szólni. Óvodánk a város központjában közlekedési szempontból jól megközelíthető helyen található. A műemlék jellegű épület külső és belső megjelenésében is impozáns. Udvarunk kicsi ugyan, de ligetes, árnyas, sokfajta mozgásra inspiráló játékkal felszerelt. A csoportszobák, a szociális helyiségek tágasak, otthonosak, tükrözik az óvónők egyéniségét. Csoportjaink a Nyuszi, Süni és a Hétszínvirág csoport. Mindhárom csoportunk vegyes csoport, ahol lehetőség van a különböző életkorú gyermekek, testvérpárok együttnevelésére, ezért kiemelt szerepet kap az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az egyéni eltéréseket toleráló szocializáció. Családias légkörben zökkenőmentesebb a gyermekek beilleszkedése, erős a közösségi szellem, felgyorsul az önállóság kialakulása, a differenciált személyiségfejlesztés következtében. Ehhez jól képzett, gyerekcentrikus, kreatív óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens és Dajka nénik munkája segíti a gyerekek mindennapjait. Fontos számunkra a gyerekközpontú, szeretetteljes, befogadó nevelés, a nyugodt légkör, melyben a gyerekek egyéni képességei kibontakozhatnak. Kiemelt terület még számunkra az egészséges életmódra nevelés. A mindennapi aktív mozgás során az egészséges életvitel segítése, életmódbeli szemlélet alakítása, a gyermekek testi, mentális fejlődés elősegítése. Amikor csak lehetőségünk van, sokat tartózkodunk a szabad levegőn. Nagy figyelmet fordítunk az ételallergia és intolerancia betartására is. Jól felszerelt tornatermünk lehetőséget biztosít a prevencióra, felzárkóztatásra és a tehetségek felkutatására, kibontakoztatására is. Fokozott hangsúlyt fektetünk a nyelvi kommunikációs képességek alakítására, a nyelv szépségeinek, kifejező erejének megismertetésére, a helyes, értő nyelv használatra, mely segíti a biztonságos önkifejezés megalapozását. A kommunikáció különböző formái áthatják az óvodai tevékenységek egészét. A játékot, mese, vers, ének, rajz, külső világ tevékeny megismerése és a matematikai tapasztalatszerzést. Jó kapcsolatot ápolunk a fenntartónkkal, iskolával, egészségügyi és szociális intézményekkel. A szülőkkel is folyamatos és jó a kapcsolattartásunk. A napi információk átadása mellett fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt napok és családi rendezvények keretében nyújtunk lehetőséget a gyerekek közös megismerésére, fejlesztésére, problémák megoldására. A gyermekek szellemi, lelki és testi fejlesztése érdekében segíti munkánkat óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, utazógyógypedagógus, logopédus, szociális segítő és hittanoktató. A pandémiás időszak új kihívásokkal állított szembe minket is. A szülőkkel és gyerekekkel online tartottunk napi szinten kapcsolatot. Az új helyzethez alkalmazkodva még inkább fontosnak tartjuk az újonnan érkező gyerekek számára az igényeikhez igazodó befogadást. Óvodánkban aktív szülői munkaközösség működik. A kezdeményezésükre megalakult a Szigetkék Óvodai Alapítványunk. Az alapítvány célja, hogy az óvodában nevelkedő gyerekek oktatáshoz, neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez, tárgyi és anyagi segítséget nyújtson. Szolgáltatásaink.
hagyományok ápolását és ünnepeket kiemelten fontosnak tartjuk, mely áthatja az egész óvodai életünket. Mi hozzánk, kapuk nyitva áll. Szeretni csak ennyi kell, és semmi más. Minden egy másnak, és minden egy másért. Érzés, igazán